Technológiai és infrastruktúra fejlesztést valósít meg a nyíregyházi telephelyén a Hübner Kft. A 3,3 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 844 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt. A járműipari gyártóüzem fejlesztése 25-30%-os bevételnövekedést hozhat a német vállalatnak. Ez az új csarnok már annak a beruházásnak a része, amelyet a cég 2023-ig ütemezett. Az infrastruktúrális és ingatlan beruházással egy negyedik gyártócsarnokot alakít ki a Kft. Nyíregyházi telephelyén. A bővítéssel növeli gyártókapacitását. 10,8 millió eurót fordítunk a fejlesztéseinkre. Ezt az összeget leginkább itt, a nyíregyházi telephelyünkön épületekre használjuk fel, újjal bővítjük jelenlegi csarnokainkat. A beruházásunkat 844 millió forinttal a magyar állam támogatja. A 3,3 milliárd forintos projekthez ez a támogatás jelentős hozzájárulás, aminek nagyon örülünk. A német cég gumitermékeket gyárt, buszos és sínes átjáró rendszereket állít elő, a csuklós buszokhoz és sínes járművekhez, leginkább villamosokhoz és metrószerelvényekhez gyártott átjáró rendszerek mellett a speciális gumiipari termékek gyártása is nagy ütemben fejlődik náluk. A közeljövőben elkezdődhet az úgynevezett két komponensű koextrudált gumiprofilok gyártása is. A korábbi technológiai fejlesztések során bővült a CNC alumínium megmunkálás és heggesztett alumínium ablakkereteket is gyártanak. A nyíregyházi beruházás technológiai gépi fejlesztést is tartalmaz, mintegy 1,8 milliárd forint értékben. A technológiai fejlesztésekhez kapcsolódva korszerű informatikai hátteret biztosító hardverekre és szoftverekre is költenek. A járműipari gyártóüzem a fejlesztéssel új munkahelyeket is biztosít. A projektben úgy terveztük, hogy több mint 125 embert fogunk felvenni. Ebből a keretből 70-en már dolgoznak, így reményeink szerint bővíteni tudjuk létszámunkat is. Jelenleg 650 főt alkalmaz a cég nyíregyházi telephelyén, a térségre jellemző szakemberhiányt is tapasztalják, de álláshelyeiket most még fel tudják tölteni. Nem egyszerű, évek óta mi is küzdünk a munkaerőhiánnyal, ami a térségben jellemző, de a munkaerőpiacon most ehhez a projekthez tudunk szakembereket találni és alkalmazni. A technológiai színvonalának köszönhetően a Hübner nyíregyházi üzeme a cégcsoporton belül és világszinten a gyártás központjává vált. A jelenlegi beruházás emeli a profitot. A Hübner család vállalkozása máshol is folyamatosan bővül. 25-30%-os bevételi emelkedésre számítunk azzal, hogy itt, Magyarországon ezt a beruházást elindítottuk. A nyíregyházi telephely közvetlen szomszédságában lévő 200 ezer négyzetméter nagyságú iparterületet is megvette a Hübner tavaly, amely további gyártókapacitás bővítésre nyújt lehetőséget.